Anna már csatlakozik, szóval ez van, hogy a nővérem, érted, én Róka, tehát már itt van, azonnal bejelentkezett, mert hogy a nővéremmel fogunk live-olni, ha az Instagram is úgy akarja, azt ilyen kicsim, mit ugrálsz? Ja, édes csillagok, csak keresek valamit. Várjál. Azt hittem, hogy elhelyezkedsz. Fél, te vagy az első, akinek nem úgy örülök, mint majom a farkának, hanem leszúrlak rögtön az elején. És kötelező elhelyezkedni? Vagy mi? Keresnek valamit, hát úgyis még gyűjtsük a kedves hozzánk tartozókat. Nagyon sokan vannak már, te jó Isten. Igen. Csak keresek valamit, nyugodjál már le, macmac. Ugye nem valami olyan képet, amivel le fogsz égetni? Nem, dehogy nem, nem, nem. Dehogy nem. Nem. Figyelj, igazítsd már meg a hajadat a bal oldaladon. Ott egy picit látod, azaz, igen, az csak ott, ez az, jó, most jó, most jó. Jó, ne megigazítom, arra, így jó. Így jó, igen, nem fogom hagyni, hogy hülyén álljon a hajad. Arra esélyed sincs, bocs, ezt osz. Na, jó van, bent van a headseted? Így nem hallani? De, nem hallasz igen. Jól? De, tök jól hallom. Na, elhelyezkedtem, Madame Recamier. Az óriási, de figyelj, az a baj, hogy pont a fejeden fognak menni így a feliratok. Nem tudnál a másik oldaladra feküdni, aztán kezdjünk el beszélgetni, nem viccelek. Tehát a fejeden így? Fognak. Tehát neked igen, ott kéne lenni a fejednek. Csak be akarom állítani, nem akarom fogni a telefont. Így jó. Ez nagyon vicces, még soha senki nem hasalt. Köszönöm. Hadd hasaljak, már könyörgöm, hát ez nem igaz, most már ebbe is beleköt, hát megőrülök. Na, nehéz napom volt, úgyhogy ne idegesíts fel, kérlek szépen. A jó testvéri kapcsolatról, aminek alapja, hogy tényleg mindent megengedsz magadnak a másikkal szemben. De nem, most ezt most ne szívassál, nem viszlek el! Bögte! Ki csinálta? Talán első osztályos korodban önarckép sokkal szebb voltál akkor, nem, már ennél. Ennél sajnos nem voltam szebb. Köszönöm. De Marcika, tök ügyes vagy, basszus. Ennél azért hallod? Nem rajzolok. Ez gáz. Hát ez mi tudom, van? Ennél most úgy rajzol a húgom egyébként, higgyétek el, hogy lerajzol titeket, ahogy vagytok, tehát rohadt jól rajzol, de első osztályos korához képest ez tök menő. Még találtam még valamit. Nem hiszem ezt el, hogy szivatsz. Ezt te rajzoltad. Menjél már a fenébe. Ezt te rajzoltad, Anna? Igen, ez de kinek a naplója van nálam? Nem tudom elolvasni. Napló. Ez az a te naplód, a Stuzi nevű naplód, képzeld. Nem olvasok bele, de tele hát van. Azt megköszönöm. Viszont azt add már ide majd, amikor találkozunk. Jó, dátumot mondjak, egy dátumot? 1991. Hány éves voltál? 83-ban születtem, számolt ki. Sok sikert. Annyira cuki. Elmondhatom az első mondatot. Jaj, ma reggel fölkeltem, előkészültem, és elindultam az iskolába. Elő kell készülni. Ma az iskolában dolgozatot írtunk matekból és köriből. Most fürdök és lefekszem aludni. Mára ennyi. Úgy szeretlek. Annyi is téged. Zseniális. De hogy ezt te rajzoltad akkor is az elejére. Na, hogy az van, hogy igen, hogy az embernek kell, hogy legyen egy testvére, akit nagyon hülye helyzetekbe hozza, és az annál ebben zseniális. Hát ne arra, hogy csak olyan képeket válogatsz elő róla, hogy a reggeliben, az RTL reggeli közösség van képe, amik mind vállalhatatlanok. Miért a Geszti Péter, és az tök cuki. Nagyon cuki volt, szegény Geszti Péter, tehát hogy azért biztos vagyok benne, hogy ennek ő sem. Aki lemaradt, a húgom úgy néz ki, mint Geszti Péter az egyik gyerekkori képünkön. Köszönöm, hogy ezt hozzátetted. Na, hát majd kiposztoljuk egyszer azt is. A gyereknapon kiteszük azt a képet, mindenkinek. Egyetértek, az jó ötlet. Na, nyuszi, de tudod, hogy miről akartunk beszélgetni? Vagy ne, tudom, nem. Csak hogy nem csak impulzusokat akartam adni, mi nem volt jó. De nagyon, oda vagyok meg vissza, köszönöm szépen. Na, mit csinálsz? Mi van Annabellával? Ilyenkor ő még nem alszik, ugye? Miki szórakoztatja, de hogy aludna, mennyi az idő? 9 óra, hát 10-15 nem tudunk most lefeküdni vele. Nem, hát, jó, 10-15 nem tudjuk letenni. Náratok alszanak a srácok? Az igazság az, hogy még nem, most a Gyuri éppen köréjük gyűlik, és szerintem mesét olvas nekik, annyira imádom. Aj, de cuki! Igen. Hétvégén gyereknap, igen, köszönjük szépen, tudjuk. Úgy, köszi, Márti! Kitesszük azt a képet, amin úgy nézek ki, mint Geszti Péter, de azt is, amin az Anna mesztelenül van. Azt nem, azt nem. Látszik a melbimbom a képen, és ha van egy kis fantáziájuk, utána el tudják képzelni, hogy milyen lett nagykoromban. Az legyen már ilyen intim, érted? Jó, megígérem, hogy lerajzolom azt a képet, és úgy kiposztolom. Hát ez egyel jó. Élethű lesz egy hajszállal. Na, viszont tényleg az van, hogy szerintem az ősz, tehát hogy annak az, hogy mi jóban vagyunk tényleg egymással, és még mindig jobban vagyunk egymással egy idő után is, annak az alapja az, hogy nem kicsit vagyunk őszinték, hanem rohadtul őszinték vagyunk egymással. De másképp nem is tudnánk működni. Igen, az őszintesség az...
Az nagyon fontos, nagyon, hát vicces, az a levegő, a lételemünk. Én nem tudom, hogy ezt, szerintem az emberek ezt nem tudják elképzelni, mert azt gondolják, hogy mi mindig cukik vagyunk, pedig nem vagyunk mindig cukik. De szerintem ezt látszik, hát nem viccek, hát a reggeli adást nézik, akkor ott is látják, hogy folyamatosan szivatjuk egymást, de azért, mert imádunk mi is szórakozni a saját gyengeségeinken, hülyeségeinken, frusztrációinkon. Igen, pontosan. Nem. De hogy nem. És úgy szeretem, hogy lehet neked beszólogatni. Ezt külön köszönöm. Neked is. Ma volt valami olyan kérdésem, amin azt éreztem, hogy úristen, ez nagyon annás volt. Tehát, hogy amikor mi volt nem az? Lett volna ott az agyam, megkérdeztem az egyik vendégtől. Külön köszönöm. De neked vannak ilyen reakcióid. Szóval, hogy volt egy olyan pillanat, amikor az egyik vendég azt mondta, hogy a karantén nagy részét tanulással töltötte az egyetemi vizsgáira készülve. Mindjárt válaszolunk arra, hogy milyen az, amire veszekszünk. Mindjárt. Nem azt hiszi írta, hogy néz minket, mert akkor boldog szülinapot, sziszikém, mint hogyha ő írt volna, de lehet, hogy átugrott, nem tudom, hogy jól láttam-e. Na igen, mondjad, bocsáss meg. Isten éltesse, ha ő az édes. Na, szóval, hogy, és csak ennyit kérdeztem a csávótól, hogy volt, aki ellátott? Tehát, aki ellásson? Jó, ez tényleg olyan, mintha én kérdeztem volna, igen. Perceken keresztül hülyének néztek, mind bent a vezérlőben. De magyarázd már el, hogy nekem egyszerűen fordítva van bekötve az agyam. Tényleg így van. Az Annának tehát, máshogy jár az agya. De nem, tényleg, ezt már többször észrevettük. Átlagos, logikusan gondolkodó embernek az Annának igen. Más logikája van. Van logikája egyébként, tehát köszönöm. Ezt szeretném kiemelni, hogy nem igaz, hogy nincs. Van. És mondjuk, aki tegnapi Instámat látta, amikor Anna Belának oktattam a Mennyi 7-ből 4. Úristen, Anna című. Ott leégett a pofámról a ből helyetted is. Ott én meg voltam győződve, hogy 2. Fordítva egyébként, az volt a feladat, hogy Mennyi 7-ből 2, de semmi baj már. Igen, mindegy, már nem emlékszem. Ja. Ja, neked a számok tényleg gátulva vannak. Gátulva vannak az agyamban. Az mi volt ez a film? Úristen, Szerelmes szívek, a Szandi film. Szandinak a filmje, az a mondat, ami befolyásolta az életemet. Nekem a számok gátolva vannak az agyamban. És akkor megkönnyebbültél, hogy más is van ezzel így. Na, de visszatérve, várjál, azt kérdezték, hogy milyen az, amikor mi veszekszünk. Na, milyen az, Anika, amikor mi veszekszünk? Hát ezt megmondjuk egymásnak tök őszintén, hogy mit gondolunk. Hát van olyan, hogy letesszük. Tehát, hogyha telefonon vitatkozunk, mert olyan is van, akkor abban van káromkodás is, ezért legyünk őszinték. És, de nem mint egymást tudjuk el, nem egymást nem, hanem, hogy hanem B, meg nem érted, életben nem fogod fel, hogy hát kb. Így. Igen, viszont van, hogy megbeszéljük, hogy most letesszük a telefont, mert csak rosszabb lesz jó, a helyzet, és majd visszajön. Jó, akkor tegyük le. Jó, szia. És akkor eltelik 5 perc, vagy 10, vagy nem tudom, egy óra maximum. De igen. Mert mondjuk én belepusztulok a feszültség, tehát én nem bírok feszültség belé. Anna máshogy működik. Igen, igen, igen. Tehát jók a melleid így. Hogy nagyon szexi hetéra vagy így elhevertél a képen. Hetéra. Hetéra. De hogy tényleg az, hogy az Anna nem bírja elviselni a feszültséget. Tehát tipikus mérleg, tehát azonnal ki akarja egyensúlyozni. Én meg hát milyen voltam gyerekkorunkban, amikor veszekedtünk, Anika? Élvezted. Nem az nem volt. Igaz. Nem igaz, csak azt... Hát, de amikor én szenvedtem... Jó, igen, de amikor én mondjuk így szenvelektem, akkor tudod, te így... Tudod. Hát, igen, mert és akkor azért, mert végre bosszút tudtál állni a szivatásokon. Pontosan, de akkor fedeztem fel magamban először, hogy igen, van bennem valójában gonoszság. Tehát, hogy pontosan tudom, hogy hol fáj neked a legjobban, és pontosan tudnék oda ütni, képletesen, tehát hogy lelkileg. A nagy seggemre mi? Nem is az. A segged sose volt igazán nagy, inkább ugye, na jó. Ezt a témát ezt anyagoljuk. De visszatérve, szóval, hogy ikertestvérek vagytok? Nem, nem vagyunk ikertesók. Na igen. Hány van köztünk, Anika? 2 és 3/4. Köszönöm. Szóval, hogy pontosan tudod, és ez szerintem a testvéreknél nagyon igaz, hogy annyira ismeritek egymást, hogyha tényleg úgy nőttetek föl egymás mellett, hogy nagyon sokat voltatok együtt, hogy pontosan tudod, hogy a másiknak hol fáj, hogy hova üs. És ez egy olyan fegyvert tudna adni, vagy tud adni a kezünkbe, amivel mi felnőttként már egyáltalán nem élünk vissza, de azért gyerekkoromban ez volt rám jellemző, mert kicsiként azért kapáloztam, mert mindig azt mondtam, hogy én a kisanika, engem kisanikának szólítottak gyakorlatilag, amikor iskolába jártunk. Ez a büszkeség! Örülök, hogy elégedett vagy magaddal. De az nagyon, az tök rossz érzés. Gondolj már bele, hogy az identitásod elvész. Persze, nem... biztos, hogy tök izé, hogy mindig van egy mérce, amihez mérnek, és akkor te vagy a kisebbik, és akkor te mit tudsz, akkor igen, ez biztos, hogy nagyon zavaró. Hogy a mai napig van, aki ugye van egy rajongóm, aki
aki időnként különböző álneveken megérkezik, és téged piedesztára emel, amivel semmi bajom nincs, emeljen, hát én is imádlak. Én most is írtam, mert ő írt az én oldalamra a közös posztunk alá valami csúnyaságot, és először is kitöröltem, mert ne írjon ilyet oda. Másrészt írtam neki privát, hogy először is, hogy legyél jobb ember, én, mint de proféta vagy. És aztán erre írta, hogy a tesód legyen jobb ember, és még folytatta. És akkor írtam neki, még tovább kioktattam. Én igyekszem. És nem fejezi be, tehát hogy van neked mondjuk ehhez türelmed, mert most miattad vagyok ennyi, mert ezt meg tőled tanulom, hogy te mindenkinek megmagyarázod, elmagyarázod, megtéríted. Nem igaz, nem tudom. De voltak itt sikerült. Hát mert kapott két kedves szót, és figyelmet, és hirtelen átfordult. Tehát, hogy velük van értelme foglalkozni. Azokkal az emberekkel nincs, akik állandóan az orrommal jönnek, hogy műtessem meg az orromat, meg nagyobbítassam meg a melleimet, és egyébként is ocsmány a testem. Ezekkel nem tudok foglalkozni. Aki külsőségeket kikáz, azzal nem tudok mit kezdeni, mert szerintem az unintelligens pont. Tehát, hogy azzal nincs mit tárgyalni, nincs miről beszélgetni. Aztán jött még egy kérdés, nyuszos. Azt kérdezi valaki, Kati, 13, hogy kíváncsi vagyok, ti hogyan éritek meg a nehéz időszakot az életben. Anna, a felirat a fejed közepén van, tehát vagy kicsit... De nem látsz, az önállam nem úgy látszik. Tök mindegy, igen, de majd amikor visszanézik, akkor ezt fogják látni. Jó, szóval, válaszolj el, tehát hogy éred meg a mélypontokat az életben, azt én is mondom. Ezt most nem a karanténra kérdezték. Nem, ugye, hanem egyáltalán mélypont. Én nagyon mélyre megyek, nagyon. Én is. Rólam, tehát nagyon kevesen gondolnák, totálisan kikészülök. Persze nem mutatom, mások előtt Marianka mindig tudja, vele mindig igen. Megbeszélem, szűk családi kör az persze, hogy tudja. Hát beleülök a dagonya aljára, azt ülök, azt szenvedek, sajnálom magam, és akkor szépen lassan kimászunk, kihúzzuk egymást nagyon sokszor, például veled, ha van valami peszkó, vagy bármi. Nekem te óriás segítségem vagy. Hát nekem meg te. Tehát, hogy konkrétan, amikor kiteszek egy olyan posztot, amin az van, hogy te vagy az akkumulátorom, te vagy a bástyám, te vagy a nem tudom, nekem a is kapaszkodom, te. Ez így van. Tehát olyan szintű erős kötelék van, és tehát, hogy emlékszem, hogy gyerekkoromban is hozzád menekültem, hogyha valami szívfájdalomért, nem feltétlenül anyuhoz, meg apuhoz rögtön, mert hát ki lehetne közelebb, mint az, aki... A tesó, igen. Ott volt az első pillanatok kezdve. Valaki azt kérdezi, hogy melyik kötök beszél többet, szerintem én. Hát nem tudom. Szerintem ha mondjuk együtt vezetjük a műsort, akkor soha nem érzem azt, hogy egyikünk többet beszél, mint a másikunk. És szerintem egyformán tudunk kommunikálni. Akinek éppen mondani a valója van több, az mondja. Nincs ilyen, szerintem. Te úgy érzed, hogy van? Nem. Én is azt gondolom, hogy alapvetően egyébként kiegyensúlyozott. De én vagyok a... Én kicsit szerintem lepcsesebb vagyok. Na lehet, hogy igen, pedig ez... Igen, lehet. Picit nyitottabb is vagyok. Egy hajszállal. Milyen téren? A vadidegenekkel való kommunikációban. Abban én már egy picit visszavettem. Régen nyitottabb voltam sokkal. Aztán próbáltam egy ilyen arany középutat találni. Igen. Igen, mert közben meg az energiánkat azért tudják leszívni. Tehát, hogy van... és tök szívesen adunk az energiából. Igen, tehát igen. Így igen. Működünk. Meg attól függ, milyen paszban vagy, mert ha épp hullafáradt vagy, és már vonszolod magad a fáradtságtól, mit tudom én, mikor színház is van, meg szinkron, meg reggeliadás, és akkor valaki szeretne kedélyesen beszélgetni, mondjuk 20-30 percet, akkor van olyan, hogy már tényleg azt hiszem, hogy elszédülök, elájulok, de hogy ezt így nem mondhatod meg, úgyhogy akkor inkább bezárom az aurámat, és ezt nem érezni lehet rajtam, és akkor nem is szólnak hozzám. Igen, na ez velem az utóbbi időben már nagyon ritkán fordul elő, mert nekem érzem, hogy dolgom van az emberekkel. Tehát, hogy egyszerűen más a feladatunk az Annának, szerintem az a feladata, hogy a színpadon közvetítsen olyan energiákat, ami rajta keresztül lejön, és egyszerre úgy szól több emberhez, de én érzem, hogy nekem a közvetlen kommunikációban is, a találkozások során is feladatom van az emberekkel. Nem tudnám megmagyarázni, de valami ilyen érzésem van. De biztos, hogy így van, mert nagyon sok embernek segítettél már így is. Nagyon sok kollégám is mondja, hogy figyeli, amit csinálsz, és hogy úristen, de jó, hogy ezt csinálod, és egy ilyen, most ez túlzás lesz, mert a tesón vagy, de tényleg ez a Müller nem mondjál Péter. Nagy szavakat, ne, tudom, Jézus, eszed! Nem, viszed nem. Tovább azt a vonalat a fiatal generációban, azt kevesen viszik ezt így tovább, szerintem. Én erre nagyon büszke vagyok. Meglátjuk. De édes vagy, mi meglátjuk, hogy hova visz ez az. Én annyira felnézek rá, hogy mindent, amit kitalálsz, megcsinálod, elérted, volt a saját műsorod, hát a te kút fődből pattant ki. A Gyuri segítségével, persze, ugye ő beszélt rá, igen. Hogy talán csinálj olyat, amit szeretnél, és akkor létrejött az utazás a lelked körül, és
És az a lélekközösség is, az is fantasztikus. Hogy meg ne hagyjuk ki azért a Farkas Franciska Sanámat, akivel ez Sana, is... imádom. Aki, hát aki csoda annyira, nő. Csodálatos. Hogy jött az életembe, így és van. Így ketten gyakorlatilag válvetve harcoljuk a kis dolgainkat. És ő is lélektárs, vagy rokon lélek, vagy hogy mondjam. Igen, nagyon közel áll. Nagyon. Igen. Aztán van egy olyan kérdés, hogy ez minek köszönhető, most nem tudom, hogy ezt a jó testvérségre kérdezik, de gyanítom, hogy igen, hogy a jó hogy? Nevelésnek köszönhető, hogy mi így vagyunk egymással. Az biztos, hogy anyuék jól neveltek minket ezzel, tehát hogy igen. Még a szeretetet láttuk, és tehát szeretetre neveltek, vagy ha lehet ilyet, hogy szeretetre neveltek. De olyat sosem mondtak, hogy ő lesz a bástyád, majd figyeld meg, tehát hogy ők erre nem tettek. Nem, ez kialakult. Ez így kialakult. De biztos, hogy számított az a példa, vagy az a minta, amit láttunk. Én viszont már tudatosan mondom a fiaimnak, ezt nem is tudom, hogy te tudod-e, Anna, de én amikor itt verekszenek, vagy a fiúk gyakrabban verekszenek, hogy ne bánsd, hogy mindig, vagy hogyha megvédi az egyik a másikat. Mert mi is verekedtünk, nem, hogy a fiúk, persze, tehát egyértelmű. Igen, de itt még igen. Durvábbak, és akkor mindig mondom, hogy ne bánsd, vagy jó, oké, ha bántod, jusson eszedbe, hogy felnőtt korodban ő lesz a védőfalad, a védőburkod, a trambulin. Igen, szóval igen a és mi is legyen így, tart. Mert közben meg látunk olyan példákat, hogy testvérek gyűlölik egymást. Igen. Tehát tudunk ilyen példákat, igen. Tudod igen. Te is. De tudod, ez hogy mindig... ez egy tanítás. A testvér mindig azért van, mert tanítani jön téged. Nekünk ezt tudni kell, hogy nekünk ez egy mázli kapcsolat ilyen értelemben, mi ezt ajándékba kaptuk a sorstól erre az életre. Én ebben hiszek, nem tudom, te, remélem, hogy te is ezt gondolod, de hogy egyébként a testvéri viszony az általában tanítja mind a két felet egy csomó mindenre, és azok általában nem feltétlenül jó dolgok. Tehát a féltékenység... Tehát valamikor valakinek azt kell megtapasztalni, hogy mondjuk a testvérével van egy tök rossz viszonya, egy igen. Féltékeny, betegesen igen. Féltékeny, vagy elmondom harcban álló viszonya. Igen. Vagy... Én azt gondolom, hogy ez így van, én ezt így tanultam, és érzésem szerint ez igaz, de azért ne gondoljátok, hogy nálunk például nem volt olyan, hogy féltékenység, vagy nem volt olyan, hogy irítség, tehát ezek a negatív érzések, persze. Azért emberek vagyunk, azért feljönnek. Tehát, hogy igen. Most például a gyerekkorunkra visszagondolva az egyik az a pasi volt, aki először neked udvarolt, akkor összekevert velem, tégedve engem. Nem most nemrég megtaláltam Instán a Brunót. A Bruno először neked udvarolt, és aztán az ásványdiszkóban összekevert veled, akkor nekem, akkor több boldog voltam, és akkor utána megint neked, és akkor kiborultam, hogy mi az, hogy nem én kellek a Brunónak, de 16 éves voltam kb. Te meg 14, vagy mennyi, ezt nem, én voltam 16. Vagy én voltam 18, 9, igen. Vagy nem tudok számolni. Igen. Tudod, igen, hogy nem igen, tudok igen. Számolni. De én voltam 16, akkor találkoztam. A másik pedig ugye, de az benned is volt, hogy mindig az egyikünk mindig vékonyabb, mint a másik. Tehát igen. Volt, amikor én voltam vékonyabb, azt te viselted nehezen, de nem úgy, hogy... De nem úgy, hogy, tehát ez nem úgy irítség, hogy legyen dagat, hanem egy olyan, hogy basszus, hogy én meg most 10 kiló, most én pont 10 kilóval több vagyok, mint a Marian, hanem többen. Mm-hmm. Mert ő nagyon le van fogyva, és brávó, és akkor így azt érzem, hogy édes Istenem, hát ez nem lehet igaz, hát nem lehet, hogy 10 kiló legyen köztünk, hát beülünk a képernyelő, azt ott ülök, mint egy fölfújt lufa, nem is meg igaz. Ott ül... De... egyébként nem látszik ennyire, tehát ez na, túlzás. Mindegy, most akkor is ezt tudod, hogy zavaró. Igen. Tehát zavaró. Igen. Rossz érzés. És ez nem úgy irítség, hogy tehát az irítség az egy negatív dolog, hanem inkább inspirál engem arra, mert múltkor elkezdtem azt a nyomorult lébőt kúrát, aminek már vége, mindig hagyjuk. Le is ment de... pár kiló. Igen, igen, azt most ott megálltam, de majd rá fogok, még majd rá fogok húzni, de hogy nálam a fogyás például, ha most csak ide köthetek egy pillanatra, bocsi, az akkor megy, amikor a lelkem is engedi. Igen. Egyszerűen ez így nem megy, hogy most én most lefagyok, és tudom, hogyha elkezdek dolgozni, onnantól kezdve, hogy kezd csinálni, tehát onnantól kezdve, hogy annyira kényelmetlenül ülök, vagy tehinkedek, itt várjál már, csak nem akarom fogni ezt a nyomorult telefon, de most fogni fogom. Jó, de akkor nem állt a fejedet a másik oldalra, mert hova? Tényleg a feliratok oda, abba a sarokba. De, jó, így. Na, itt van a fejem. Még egy kicsit szóval ez a... Nem viccelek. Az... Erre az ide? Oldalra gyere, erre az oldalra gyere ki. De köszönöm. Nem tudok, macika. Na, hát úgy. Jó. Na, most tudtál, nem macikáz. Nem macikáz, mert annyira foglak, és azt nem szeretett. Jóska. Józsi. Jóska, hogy te élek, hogy Jóska Józsinak nevezett, érted meg Samunak. Ezek voltak Samu, a beszélneveim, ezeket te meg apu adtátok nekem. Köszönöm szépen, hallani. De ez vicces volt, Macka. Hagyjad már, most miről beszélgetnénk? Jó, ebben igazad van. Na például arról, Krisztike kérdezi, szia Krisztike, hogy mi volt Krisztike. A leghosszabb idő, hogy nem beszéltetek egymással.
Hú, azt szerintem akkor volt, hogy nagyon sokat, igen, de az olyan időszakban, tehát nem azért, mert haragudtunk, hanem amikor én annyira sokat dolgoztam, vagy nem akkor volt. Én a gyerekkorunkra emlékszem, és pont felidéztem a neked a héten. A hát elmentél táborba, te szerencsés. Ja, én majd hittem, hogy én nem emlékeztem olyanra, hogy összevesztünk, azért nem értettem. Nem, olyan nem de volt. Mondd el, mert arra az olyan megható. De képzeljétek el, hogy az Anna egyébként úgy ment el táborba, életében először, hagyott engem így nyáron egy hétre otthon, hogy 14 éves minden, koromban. Igen, hogy minden, általános iskola, minden napra írt nekem egy levelet. És én úgy olvastam azt a levelet minden nap, hogy az volt a kapaszkod. Nekem rendes gyomorgörcsöm volt, aki fizikai ilyen hiányom megható, volt. Esküszöm, hogy meghatódom magunktól. Tehát annyira szerettelek már akkor is, hogy én nagyon kikészültem is. És mivel aludtál? Ezt akarom elmondani, hogy egy alvós pólójának, annak egyébként nagyon finom illata van. Tehát, hogyha egyszer találkoztok Annával személyesen, szagoljátok meg. Neked is, a húgomat is szagoljátok meg, de a vírus miatt most nem szaglashatjuk. De neked tök jellegzetes illatod van, ilyen édeskés illata van a bőrödnek, igen. Komolyan? Tök jó, hogy erről beszélgetünk most komolyan. És neked, a húga bőrének neked. A tapintása az annyira, ez meg már átmegy egy ilyen brutál pervers, de tényleg a húgomnak annyira sejmes a bőre. Neked, Annának az, Annának tényleg durván sejmes jó, a bőre. Jó, lehet, hogy mind a kettőnknek. De visszatérve, szóval annyira illatos. Azt hiszik, hogy egymást fontosunk szabad időnkben. Pedig nem csinálunk ilyet. De hogy annyira finom illata van, ilyen nagyon finom édeskés, és otthon illat, és úristen, hogy az Anna alvós pólóját tettem a párnámra, és azt szaglászva aludtam el, mert azt ér, annyira hiányzott, hát együtt is aludtunk, hát úgy, hogy a két ágy ugye így áll alakban, így, és a fejünk az gyakorlatilag összeért. Szóval, én még volt, hogy van, hogy azt támadom, hogy ott alszunk a régi gyerekszobába, képzeld el. Csomószor van, hogy azt támadom. Komolyan, én a mamáikkal. Azzal is szoktam elmondani, mamáik házában. És még egy, hogy írták, hogy a Pink Sugar, igen, tök érdekes, hogy a Pink Sugar az a parfüm, ami tökre az én bőrömhöz idomul. Tehát, hogy így van. Minden más van rajtam, a Miki már kiborul, hogy mi ez. Mi van rajtam? Nem használhatok más. Szép Miki paródia volt. Figyelj, nyuszos, valaki azt kérdezi, hogy sziasztok, bújnátok egymás bőrébe, de jó kérdés. Hát ez még soha nem gondoltam el. Én se. Fú, ez nagyon jó kérdés. Én nem tudom, mert én igazából szeretek én magam lenni, te meg szeretsz te magad lenni. Igen. Igen. Még ha nem néha kimenekülnék belőle, amikor jó. Úgy érzem, hogy sok a feladat, meg nem bírom el, meg nem tudom, de ez nem tudom. Én nem vagyok olyan határozott, mint te. Én a te bőrödben nem tudnám. Tehát ez egy tök nagy különbség köztünk, szerintem te sokkal határozottabb vagy nálam. És ha kipróbálhatnád, milyen ilyen határozottak lenni, mert mondjuk megkapnád hozzá az agyamat, az észjárásomat is. Köszépen! Hát ez gyönyörű volt. Na, de érted, hogy értem a habitusomat. Akkor tehát, hogy tudnám, hogy mennyi hétből. Kettő. Hogy az mi? Öt tudom, jó. De hogy én tudod, mikor bújnék a bőrödbe? Amikor színpadon állsz, és énekelsz, vagy előadsz. Mert az csodálatos élmény. Egyetlen egyszer ugye volt lehetőségem, akkor is tényleg. Láttalak azt a hófehérkében. Nem engem helyettesítettél. Hát, hát téged akartak felkérni, csak nem tudtad vállalni. És akkor azt mondtad, már nem is arra nem is emlék. De hát a sok hűvó semmiérben is voltál. Az volt az első. Na mindegy, szóval igen, az csodálatos érzés. Igen. Szóval ezt kipróbálnám. Meg tudod, mit próbálnék még ki? Hogy neked nem okoz feladatot, vagy nem jelent feladatot az anyaság, meg a családanyaság, meg az otthonlét, a házi szokodás. Dehogy nem, hát de igen. Hát de neked öröm. De neked öröm. Igen, igen. De az... Nekem meg jó, volt megzuhanás, amikor a babával hazajöttünk a kórházból. Nekem ott az első 6 hét, hogy a de hát, de Marian, te voltál az első terhes a családban. Tehát már úgy értem, hogy anyukánkon kívül. Igen, pár, tehát, hogy nekem meg tök menázni, hogy én azt végigéltem veled, és nyilván az én terhességemnél már azért voltam bátrabb, mert ezt végigéltem veled, és láttam, hogy milyen szakaszok vannak, meg megtanultam pelenkázni, hát én is pelenkáztam a koreszt, hogy fog ennek örülni, mikor majd ezt fogom neki mondani, majd 18 és majd és pelenkáztam a fiam! Igen, de tudod, tudnál lenni a durvábbat is mondani, de azt ne mondd el. Na, viszont van, aki azt kérdezi, hogy, vagy valaki azt mondja, hogy neki nincs ilyen kapcsolata a nővérével, de biztos a 8 év kor különbség, az biztos. Az biztos, hogy nagyon sokat számít, hogy milyen közel vagyunk egymáshoz korban. Az persze. Hát annak is megvan az előnye, meg a hátránya egyébként a nagyobb korkülönbség, de ezt több megbázni. Csak egy dolog, még nem válaszoltam. Én azt szeretném tudni, hogy az SVT-t, azt nagyon irigylem tőled.
Aha. Hogy azt így megtanultad a spirituális választerápiát, hogy te ezt így tudod használni az ingát, hogy látom, ahogy elindul a kezedben, és kiráz a hideg, hogy ezt nagyon irigylem is, hogy ennyibe ennyi energiát fektettél, és ezt megtanultad, azt kipróbálnám, akkor nagyon belebújnék a bőrödbe, amikor ezt csinálod, hogy akkor mit érzel, vagy hogy jönnek a képek, meg a gondolat. Az a durva, hogy neked extra képességeid vannak, ezt már beszéltük, hogy az Annának tényleg nagyon durván működnek a megérzései, és bizonyos dolgokat érzékelt is gyerekkorunkban. Erről már korábban beszéltünk, nem kell. Igen, nem kell most újra, meg amúgy is van, aki tudod, mit tudom én, mit gondol erről, és akkor mindig zavarba jövök, amikor ezt így felhoz, tudod. Jó, mindegy, csak az a lényeg, hogy azt például nagyon sokáig irigyeltem tőled, de most az utóbbi 2 hónapban brutális tanulásban és fejlődésben vagyok, és most már kezd nekem is elég erőteljesen működni ez a dolog. Tehát az például... Nagyon, nagyon, én is érzem rajtad. Hogy élesedik valami... nagyon a receptor. Igen, igen. Ugye? Igen, szóval vannak ilyen jellegű változások. Meg az, amit, hogy mind a ketten olyanok vagyunk, hogy a külvilágra, iszonyatosan a körülöttünk való eseményekre olyan szinten nyitottak vagyunk, hogy igen. Ott gondol valamit egy gyerek a sarokban, és tudom, hogy most rossz kedve van, vagy jó kedve van, vagy rossz, tehát, hogy mindent bevesz a vevőke, mindent. Ezt például tök kevesen gondolnák, szerintem mondjuk. Azt mondják, hogy ez a flúgos, jön itt, tudod. Igen, ugye csak pörög, nem is figyelsz oda a környezetre, de hogy nem figyelünk. Nem tudják, hogy rohadtul. Igen. Nem is kell figyelni, mert egyszerűen veszem az adást, vesszük az adást. Tehát, igen, tök érdekes. Akkor Krisztika azt kérdezi, hogy mivel tudtok kimászni a mélypontból? Van valami konkrét? Egymással, tehát nagyon szerencsé, hogy az igen. Egy konkrét, hogyha bármi fájdalom, gondoljatok itt a legapróbb dolgokra, bármi, mit tudom én, egy színházi olyan dolog, ami éppen zavar, bármi, vagy egy csalódottság, vagy egy, mit tudom, egy szereppel kapcsolatban, bármivel kapcsolatban feszültség, akkor az első telefon, Marian, képzeld el, hogy kijön belőlem, és kijön, benne ülök a gödörbe, még sírok is a gödör alján, de elmondom a Mariannak, megbeszéljük, és érzem, hogy könnyebbülök meg. Aztán a Marianka szokta végezni rajtam ezt a bizonyos tisztítást is, amit mindig szoktam érezni. És hogyha ez csak ha nem is hisszük, ezt mindig hozzátesszük, tudod, ha ez igen. Csak pszichológia, akkor is segít. Hát ha segít, akkor azért volt segít. A lényeg. Ennyi volt igen. A lényeg. Valaki meg azt kérdezi, imádom ezt a kérdést, hogy előző életetekben is tesók voltatok? Nem, szerintem nem. Biztos volt már olyan élet egyébként, ahol szintén testvérek voltak. Mi azt gondoljuk, hogy több előző, nagyon sok előző életen vagyunk már túl együtt a Mariankával, és utána is néztünk, amennyire ennek utána tudunk nézni. Igen. De mondjad, kérlek. És abban volt minden, tehát abban volt apa, anya, férfi, nő, szerelmi kapcsolat, tehát barát, szerintem volt ebben ilyen mestertanítvány is, tehát azt nagyon el tudom képzelni, és azt nagyon érzem is rajtad, hogy bármilyen furcsa hangozik, és én foglalkozom ezekkel a témákkal, de az Anna a mester, tehát ő tart előrébb. Tényleg, többet tanultál meg. Csak lehet, hogy mondjuk ebben az életben neked nem feladatod ezzel foglalkozni, nekem viszont nagyon, tehát nekem ez itt most. Neked most biztos. Neked most biztos. Én amikor néha nekikezdtem, akkor így féltem tőle. Emlékszel régen, mikor így komolyabban akartam menni? Emlékszel, hogy beszéltünk róla, igen. És félek tőle? De hát azért is érthető, hogy félsz tőle, egyébként. Én azért értem, hogy miért féltél tőle. Egyrészt szerintem azért, mert úristen, ez most nagyon messzire fog vinni, nem kéne belemenni. De olyat fogsz mondani. De hogy előző életek során szerintem azért is féltél attól, hogy ilyen témával foglalkozz, mert előző életek során már megütötted a bokád ezzel a témával lehet. Kapcsolatban. És azért az lenyomatot hagy, és szerintem a legtöbb emberben azért okoz félelmet az ilyen misztikus világ, mert valójában nincs mitől félni, tehát hogy nem, ha az ember észre csinálja, meg jó helyről tanul, már pedig azért meg lehet találni jó érzéssel, hogy kitől érdemes tanulni, akkor nem viszik el a lelkedet, nem tudom, tudod, tehát nem szállnak negatív energiák, meg, tehát, hogy, hanem magadat egyszerűen csak jobban fogod tudni végigvezetni a saját életeden. Lesz egy segítség, valami kapaszkodó az ember kezében. Igen. Az, hogy valaki nem törődik egyáltalán a lelki dolgokkal, vagy egyáltalán, és csak a materiális világban létezik, és nem egy picit sem gondolkodik el azon, hogy van-e ezen túl, azt nem tudom nehezen tudom elfogadni. Én is. És de örülök, hogy ezt mondod. Azért, igen. Mert ha egy kicsit belegondolsz, őrítő gondolatok. Na, akárhányszor elmondtuk, akárhányszor elmondták, tyúk és a tojás, kezdj el rajta gondolkodni, és bekattansz. Igen, tyúk melyik volt előbb vagy a tojás. Kezdj el rajta gondolkodni, és mondd azt, hogy először volt egy amőba, akkor az amőbának kinőtt a héja. Értitek? Tehát, hogy az amőba miből lett? Hogy lett a tojás? És az amőba miből lett?
Igen. Tágul a világegyetem, hova, meddig? Ha egy picit jobban belegondolsz, nem hiheted azt, hogy nincs mögötte még valami értelem. Csak én, aki nem vagyok egy túl okos lány, ebbe belegondolok. Ez nem igaz, Anna, és... nem mondj már ilyet magadra. Úgy azért, utálom, mert, hogy ezt a hülyeséget azért, mondod. Azért, mert másképp működik az agyam, de totálisan. Értsd már meg, hogy ez kell ahhoz, hogy te le tudj hozni, és közvetíteni tudj olyan energiákat, amik jönnek a színpadon keresztül. Neked erre van szükséged. Nem is tudom, én te tudsz olyan színészt, aki zseniális matekból, fizikából, és fantasztikus színész? Tudsz ilyet? Hát olyat tudok, aki rendező, és zseniális rendező, és matek, fizika szakon végzett, hiszem, vagy matematika nem szakon, ez a bélyeg. Nem előadó művész, nem álló. De színész szakon is végzett. Egyébként nem tudom, hogy milyen színész, de rendezőnek bravúros, és nagyon de szeretek vele dolgozni. Ez a Béres Attila, kimondom a nevét, mert nagyon szeretek vele dolgozni. Ő egy zseniális rendező, és tudom, hogy színész szakon is végzett, soha nem láttam színpadon. De azt is tudom, hogy matematikából ő ilyen. Érted? Mondjuk a rendezéshez lehet, hogy nem árt egy kis gógyi. Hát rendszerben kell rakni, rendszerben kell látni azt a színdarabot, könyörgöm, nyilvánvaló. Csonka Bandi azt írta, hogy nem tud választani közül. Hát ne választál, hát mind, ami széttépünk. Hát, félbe vágjuk. Kettőnket akarjál. Egy, kettő, három. Gyakran tudtok találkozni is? Kérdezi Nagy Réku. Most a karantén után, vagy hogy még nincs olyan szintű munka, igen. Ez olyan csodálatos. Én ma mondtam egy rádióinterjúban, hogy visszakaptam a nővéremet. Nem viccelek, Anna. Emlékszel, hogy... Emlékszel, hányszor mondtam neked azt az elmúlt két évben, hogy de Anika, most élünk, és de nem érted, hogy munka, és hogy ezt te nem érted, azt nem lehet visszamondani, és tök igazad van. Tehát most nem fikázni akarlak. Hát nem mondhattam azt, hogy nem megyek be próbálni. Nem, érted, hogy ha valamit ismersz, tehát hogyha valamit meg kell csinálni, akkor azt... Nem én mondom, tudom, hogy nem megyek oda. De mondjuk akkor egy szinkronnal kevesebbet, hogy együtt tudjunk lenni, érted? Tehát, hogy valami ilyesmi irányba így toltalak volna. Nem tudok, nem tudtam nemet mondani. Nem. Nem csak az, hogy szeretek, hanem úgy vagyok vele, hogy akik eddig ennyire bíztak bennem, és ennyire szerettek, és adtak munkát, akkor nem fogom azt mondani, hogy most nem megyek ki, mit tudom én, 20 percre, a nem tudom ilyen. Kimegyek a 15 percre, és kimegyek a 10 percre is, amikor meg tudom oldani. Érted? Szinkronba. Igen. És a legnagyobb szeretettel, tehát, hogy ez igen. Lehet, tehát, hogy ez hibám, nem vagy nem én, tudom. Én meg igen. Már máshogy, nem máshogy, nem már, hanem én máshogy működöm. Tehát, hogy én van, amit azért nem vállalok be, mert tudom, hogy több energiát és időt viszel az utazás, és egyáltalán, mint hogy, meg ráadásul ugye nekem már két gyerek van, tehát ott az megint egy másik, bármilyen jelenzik, az egy ugrás. Ne viccelj már, hát persze. Az egy gyerekhez képest a két gyerek az óriási ugrás. Az egy gyerekhez biztos, képest, hogy a két gyerekhez a három azt mondják, hogy azt már észre se veszed, nem tudom. Nem tudom, de az, hogy én látom a különbséget. Tehát látom, hogy milyen kettőre figyelni, pláne mondjuk itt vannak, mondjuk itt van mondjuk valami gyereked, vagy igen. Itt van. Tehát, hogy ég és föld, az egy gyerek, az egy nyugodtan így el vagy vele, így kettő, az egyik mindig mást akar. Tehát az egyik arra menne, a másik arra menne. Tehát legjobb esetben is nem vitatkoznak, éppen is békíteni kell. Na, aztán jött még egy jó kis kérdés Lia Kostyaliktól, azt mondja, sokszor van, hogy egyszerre mondtok dolgokat, vagy egyre gondoltok sokszor. Nagyon. Igen. Nagyon sokszor. Igen. De úgy, hogy volt olyan, hogy amikor az Annához átmentem a Színművészeti Egyetemre, amikor még oda járt, akkor én voltam a tiszteletbeli, nem tudom, 18. osztálytárs. Igen. De jó volt, Istenem. És gyakorlatilag akkor jártam, nem a külkerre, a külker előtt mindegy, még középiskolában jártam, de már 5. évre, és akkor lazábban lehetett mozogni, és így éreztem, hogy oda kell mennem az Annához, a színművészetihez. Muszáj oda mennem, és akkor átmentem a Ponty utcából, milyen utca, úristen, amit eszembe, Vas utcába, és kerestem az Annát, és nem volt még mobilunk, tehát hogy nem tudtam elérni, nem is tudom, hogy volt, de azt tudom, hogy egyszer csak így tudom, hogy így bolyongtam az épületben, bekanyarodtam egy olyan lépcsőn, ahol még soha nem jártam, és ott ült az Anna a lépcső végén, egy ilyen, vagy így a folyosó végén, és magába temetkezve is sírt. És egyszerűen azt előtte éreztem, hogy nekem most el kell mennem az Annához, szüksége van rám, és akkor volt valami tanárral valami összeveszés, annyira nem volt szörnyűséges, csak akkor tűnt annak. Ja, valami, nem tudom, már igen, mindig volt valami apróság. Azt hiszem, az egyik tanár azt mondta, hogy nem vagyok okos. Nem emlékszem, mi volt. Nem emlékszem, mi volt, de igen. Hát persze, hát egy színművészeti mindig vannak feszültségek is, de az egész az életem eddig legcsodásabb, egyik legcsodásabb 4 éve volt. Valaki azt kérdezi, hova meredezel? Nem, azt nézem közben, hogy miket kérdeznek, ja. Hát azért mégiscsak interaktív a dolog. Azt kérdezi Sós Regi, hogy beszéltek arról, hogy egy kicsit, hogy hogyan találtátok meg az utatokat. Uh-huh.
Meg te, hát, te kezded. Figyelj, könnyű annak, vagy könnyebb annak, aki tudja, hogy mit akar. Nagyon sok olyan embert ismerek, aki nem tudja, hogy mit szeretne, és az bolyong. Annak sokkal nehezebb. Én nagyon korán tudtam, hogy én színésznő szeretnék lenni, és hiába nem vettek fel. Mennyire korán? Nem vettek fel. Kis, hát a 3 éves korom. 3 évesen, ebben ez a durva. Igen. Tényleg. Igen. Közben érdekelt még egyébként a természettudomány is, tudod, mert kaptam, kértem mikroszkópot, akkor vizsgáltam a bogarakat, meg a mindenféle ocsmány hernyót, meg nem is tudom, hogy mertem megfogni egy cserebogarat, meg úristen, meg a hajszálakat, az gyönyörű a mikroszkóp alatt, mert ilyen szivárványos a szerkezet, mindegy, hagyjuk. Most előkerült az a mikroszkóp, és az Annabella vizsgálgat fel. Olyan jó érzés. Olyan cuki, igen. Szóval, hogy én tudtam, hogy ez akarok lenni, és akkor így már, hogy tudod, tudsz egy célt, akkor kialakul az út is. Tehát előbb szerintem egy célt kell kitűzni, és akkor valamilyen úton elindulsz. Nem tudom, hogy hülyeséget mondok, Maci. Nem, én tökre értem. Közben mert ha nincs nagy cél... Sanyi hivatalos oldala azt írta, hogy szerelmeim. Hát imádom. Jaj, de szeretünk Sanyi. Ha még itt Sanyi. Lehet, hogy van, nem. Sanyi. Na, imádom bocsánat, igen, ha megvan a cél, akkor igen, akkor az könnyebb. És ugye engem csak harmadszor vettek fel a színre, téged se vettek fel elsőre. Nem, másodjára, de 4 évente indultad, hogy ott azt a 4 évet azt ki kellett tölteni. Addig elvégezted a külkert, mert stréber vagy, de milyen jól tetted? Igen, az is nagyon hasznos volt. Tényleg. Igen. Aztán valaki azt kérdezi, hogy éltetek meg már együtt olyan dolgot, ami mind a kettőtöknek rosszul esett? Figyelj ide, hogyha bármi... Biztos, bár hát gondolkodjam. Nem, én csak akkor te gondolkodj, hogy volt-e olyan, ami közös, de ha bármi, ami az Annát bántja... Ja. Hát igen, az ugyanolyan rossz. Az még rosszabb, tehát, rossz, hogy oda mennék, és fú, úgy megmondanám, hogy ha a húgommal, te így mennél. Igen, igen. Hányszor volt ilyen, hogy tudod, hogy ne te valaki miatt mondjuk feszült volt, és mondtam, hogy úristen, hívd fel, és mondd meg neki, hogy hívjam fel én, mondjam meg ki én. Emlékszel? De olyan is volt, hogy te szakítottál fiúval helyettem. Úristen, ez rémlik, ez hogy is volt? Jézusom, az a magas gyerek? Nem. A magas nem gyerek? Nem fogom kimondani, de kimondani nevét, mert lehet egy csomó botond, szegény botondnak végül. Drágod! Az magas volt? Mindegy. Tehát, hogy szegény botondnak végül te mondtad meg a telefonban, nekem annyira fájt a szívem, hogy ezt nem lehet megmondani, hogy ne haragudj, de nem tetszel. Bocsáss meg. És te szakítottál. De miért kell így? Tudod, a Marianka az nagyon-nagyon kedves, de az nem meri megmondani neked, és ilyen tök ciki az egész, igen, Istenem, szegény botond, ezúttal is elnézést kérek. Úristen, de ezt hogy gondoltuk, Maci? Te jó Isten, fölhívtam, hogy szia, én a Marianka nővére vagyok, és hát az az igazság, hogy nagyon aranyos gyerek vagy, de ne haragudj, de Marian nem meri neked megmondani, hogy rohadtul nem jössz be neki. Hát most szegény gyerek. Igen. Úristen. Na aztán, bocsánat, tehát, hogy most visszatérve olyan, ami mind a kettőnknek rosszul esett, szerintem így konkrét olyan bántás, olyan, ami mind a kettőnket ért, én erre nem emlékszem, nekem nem ugrik be. Addig mondom, hogy mit ír Albi Things, azt írja, hogy Anna hogyan reagált arra, hogy te, Marian, elkezdtél a spirituális úton járni. Spirituálisan is tudtok egymásnak segíteni? Hát figyeljetek ide, ez a gyerekkorunk óta engem is, meg téged is, tehát ez végig kísér az érdeklődés is, meg a különféle élményeink, amit meg lehet magyarázni tudományosan, tudom. Tehát én akartam először első áldozó lenni, engem érdekelt, én akartam hittalra járni, engem érdekelt ez a miszticizmus. És az Anna utánam jött, és lett később első áldozó, meg bérmálkozó. Tehát, hogy így indultunk el egyáltalán. De az út az, hogy keresni valamit, amiben hihetsz, és akkor most hadd mondjam itt el, hogy én senkit nem megsértve, nem egy szakállas bácsiban hiszünk, még egy jó. Sem, aki igen. Ül és mondja, hogy veled ez lesz, meg az lesz, hanem egy sokkal fejlettebb tudatban, vagy egy egységben, aminek mi részesei vagyunk. Azt hiszem, ezt így lehet megfogalmazni, Marian. Igen, igen, abszolút egyetértünk, ami mindent körülvesz. És hogy minden áthat. Tettünknek következménye van, nem lehet, hogy nincs. Nem lehet, hogy nincs. Tehát, hogy az igazság az egy olyan elemi ösztön az emberben, az igazságra való vágy, hogy nem lenne ott ez a vágy, hogyha nem lenne ennek alapja. Értitek? Igen. És közben az Anna egyébként folyamatosan mondja nekem, hogy ne felejtsem el, hogy mindig legyen bennem a szkepticizmus. Mindig legyen. Igen. Nem is kell, nem kell mondanod, mert egyébként te tudod, hogy... És ezzel idegesítem a húgomat, de egyébként ez velem is így van. Egyik pillanatban tök biztos vagyok abban, hogy ez úristen, elsőbb erők, stb. És egy rosszabb pillanatomban, vagy egy nem is tudom, egy fejbekólintósabb, realisztikusabb pillanatomban, amikor nem vagyok annyira összekötve, talán így mondanám. Mert mondjuk egóba vagy vonva.
Igen, 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 ezt így is szokták mondani. Akkor meg teljesen másképp látom, teljesen. Vagy így, nem tudom. Na, valaki igen. Azt kérdezi, hogy történt már olyan valamelyikőtökkel, amit csak a másikkal osztottatok meg? Ezt nem fogjuk elmesélni, hogy mit, de igen. De ez természetes, szerintem egy jó testvéri viszonyban, vagy kapcsolatban viszony. De ez lehet egy jó barátnői viszony is. Hát, szóval, nem, érted, hát most nekem például nagyon sok, vagy nem nagyon sok, de több jó barátnőm van. Sok jó barátnőm van, akikkel tök jól esik ápolni a kapcsolatot, van rá energiám. Nyilván nem azt jelenti, hogy hetente találkozunk, de igyekszem tartani a kapcsolatot. De az Anna, tehát Anna tud rólam mindent. Pont. Ők se tudnak rólam mindent. Az Anna mindent tud rólam, döbbenetesen. Egyszer mondtad azt, Marian, hogy azért ismerjük egymást a legjobban, hiszen mi éltünk eddig, de cuki, hallottam, mi éltünk eddig a legtovább együtt. Így van. Többet éltél velem, mint a férjeddel, vagy egy szobában, egy ágyban, aztán két ágyban. Igen. Igen. És hogy hiányoztál, amikor külön szobánk lett? Hát mi nem tudtunk külön aludni egy darabig. Hát mentünk egymáshoz. Jó, Istenem, de szeretlek. Na mindegy, úgyhogy nyuszi, figyelj csak, igen, lelki erő is kell a fogyáshoz. Én azt mondom, hogy 42 percet beszélünk, én elbúcsúznék lassan, majd csinálunk megint egy másikat. Figyelj! Legyen úgy! De olyan édesek, annyi mindent kérdeznek, kérdezték, mert egyszer valahol mondtam, hogy a te ezoterikus élményeidről látomásnak fogalmazta valaki, én nem szeretnék beszélni, mert hogy te elmeséled, és itt kérik, hogy meséld el te, itt gondolom a kollégiumi, amikor jött a szellem cucc, tudod, ezt már elmesélted valahol. Igen, de majd erről fogok, ígérem, de az legyen, fogok erről akkor mesélni ezekről az élményekről. Szeretnék ilyen kis videósorozatot csinálni, mini pár perceseket, amiben könyveket is ajánlok. Szóval ezek mind ott vannak a fejemben, módszert, ami nekem bevált, hogy hát, ha nektek is segíteni fog, tehát, hogy ez tervben van, és remélem, hogy hamarosan meg fog valósulni. Az utolsó kérdés, mert tetszik nagyon, persze az összes kérdés csodálatos volt, az így hangzik. Akkor nem volt féltékenység, amikor az első férjhez ment, vagy először szült? Ilyen eszembe se jutott. Először szült? Vagy hogy most vagy a gyerekek olyan édesek vagytok, Jézus Mária. Milyen más részjárás. Igen. Hogy amikor az, hogy amikor a Marian terhes volt, akkor én úgy vártam, mint az én gyerekem lenne. Úgyhogy olyan szeretettel, hogy mentem hozzá minden nap, emlékszem, próbáltam. Mit próbáltam akkor? Már nem tudom, tényleg mindent ezt határoz meg? Igen, mert a terhességem alatt a ghostot próbáltam, előtte pedig az ördögölő Józsiást, ott törtem ki a lábamat. Nagyszerű. Nem emlékszem. Nem, a Viktórián törtem ki a bokámat, és akkor még bicegve is, emlékszel, hogy besínelt lábbal is mentem hozzá, miután levették a gipszet. Igen, annyira beledobogott a szívem, és a kórházban is, hát ott volt. De érted, hogy én értem a kérdést, tehát hogy az a lényeg, hogy én például nem voltam féltékeny, hogy te már férjhez mentél, és akkor én, úristen, még nem mentem férjhez. Szerintem ez eszembe nem jutott. Ez nem. Viszont azt el kell mondanom, hogy volt bennem féltékenység, csak más típusú. Rám, hogy velem akartál lenni. Így van. Tehát azt éreztem, hogy megérkezett a Miki, és azt éreztem, hogy ki vagyok túrva a kis első helyről, és ezt rendesen nekem föl kellett dolgozni, tehát ennek amúgy az időbe telt. Meg amikor az Annának az első ilyen komolyabb pasia jött, akkor az nekem az időbe telt. Az első rettenetes komoly pasia. Tök mindegy, ne fikázz már, érted? Végre valakinek tetszettél. Ja, ez is te mocsod, te! Nem ez a lényeg, hanem az, hogy ott azt éreztem, hogy akkor most egy kicsit távolodunk, és amikor a gyerekek megszülettek, az is maximum annyiban nehezítette a dolgot, hogy megint egy kicsit távolodunk, de most, hogy már körülbelül egyébként egy korosztály, és már nőnek a gyerekek, több idő jut valamivel, azért nem sokkal, egymásra, hogy kezdünk újra elég időt, nem, sose lesz elég az idő, amit együtt tudunk tölteni, mert hogy ilyenekről szoktunk álmodozni, hogy egyszerre megyünk ketten wellnesselni. Ja, Istenem, az milyen rohadtó lenne, macesz. Nagyon. Olyan boldog lennék, komolyan. Gyuri háttérben megérkezett, hogy hát ő neki, majd akkor lesznek ilyen fiús programjai, amikkel elmegy a barátaival, majd néhány napra. Köszönöm szépen a támogatást szerelem. Zárjuk ezzel, Marianka óvodáskori rajta. Mi tök óvodába csinált a gyerekek, ne arra, hogy tök ügyes voltál. Ott vagy te, mert magad a Katicán. Nem, a Marian nagyon jól rajzol. Az egy pillangó volt, nem Katica, de semmi. Nem bőző. Érdekel, én Katicának látom. Egyébként meg azt akarom mondani, hogy most farsan. Nincs itt olyan rajza a tesómnak, amin befosnátok, mert nincs itt, mert fönt van a másik, a mamáiknál. De a Marian tényleg úgy rajzol, hogy itt így álltok, és így lerajzol benneteket. Szóval miért érzed ezt fontosnak ezt elmondani? Na jó, mindegy. Azért, mert olyan sokrétű tehetséges ember vagy, amit nem is tudnak róla.
Én elmondhatom, én vagyok a nővéred. Majd én jól elmondom. De jó kérdés, még ez is a rohadt életben, nem baj, majd ezzel folytatjuk. A rohadt! Mert hogy azt írja valaki, hogy mennyire egyformák vagyunk, hogy úristen, ti annyira egyformák vagytok, hogy ez elképesztő, és nem. Jézusom, ti nem látjátok nagyon a különbséget? Nem veszem le a szemüveget, azért beleveszem, jó, mert nem Úr látok semmit. Levetted. De csak nézzétek meg most komolyan. Jó, fordulj oldalra, mutassuk meg az orrunkat. Tehát látjátok, hogy az enyém mennyivel nagyobb, mint az Annáé? De nem ez a lényeg, teljesen más a formája. Így van, az órjuk. És a szemünket nézzétek meg, hogy a Mariannak milyen más a szeme? Nekem kisebb nagyobb. A szemem, nekem errefelé széles, kifelé húzott, pici. Mariannak fölfelé, most tényleg, most mutassuk meg, a szánk. Tehát össze, ahogy Lilu mondta, a Mariannak két alsó szája van. Nem igaz, de nekem, az a hozzada. Nekem a pedig vékonyabb a felső szám. Vékonyabb a felső szám, de teljesen más a szemformám. Igen, de még az állunk az egyformán popsi formájú. De én igen, de az enyém inkább seggál. Ezt kimondtad. Mariannának az állkapcsa erősebb, és igen. Ezt mindig irigyeltem tőle. Nekem itt szélesebb fönt, neki itt. Ezek ilyen alapvető kérdések. Hát így kérem, na, még elemezzem egy picit. Bizonyára nagyon izgalmas volt számotokra, mi viszont most tényleg elbúcsúzunk. Annyira cukik vagytok, hogy ennyien velünk voltatok. Nagyon és nagy most örömmel. Megmutatjuk a melleinket. Azt majd posztban keressétek. Azt a gyerekkori, igen. Na jól van. Marian, imádlak. Nagyon jól esett. Szeretlek. Majd folytatjuk még. Jó? Jó, csináljuk még. Aztán csináljuk. Lehet, hogy nem lesz több néző, de nem lesz egyáltalán néző, mert most mindenki sokkot kapott tőlünk, de a magunk szórakoztatására vagy. De hogy kaptak sokkot, hát imádják, integetek szívet, testék, Viki akab, szív, virág, csillag, röhögő fej, azt miért is írta. Ja, tudom, a melles poénra. Jó, úgyhogy mindenki boldog. Nem nagy az orrod, karakteres, és igazad van, Beatrix. Én azt nagyon imádom. Én imádom a húgom orrát. Tök más lenne az arca, sokkot kapnátok, ha most a Maria fogná, és mondjuk és nem tudom, hogy kell egy orrműtés is, nem tudom megműtetni, tök megváltozna az arca. Igen. Én ezt, de... ezt jó, nem is sokkot kapnám. A férjemnek mondtam, hogy ha lenne valami, amihez hozzányulatnék az arcomhoz, és eddig jutottam a mondatban, amikor Gyuri őrjöngve kezelte, hogy aznap költözöm el! Na jó. Nem tudtam befejezni a mondatot, hogy annyit akartam csak mondani, hogy ha ez így nagyon rálógna már, és nem tudnám kinyitni a szememet, akkor lehet, hogy itt ezt megcsináltatnám. De érted, nem valószínű. Imádom ezt az arcelemzést, ezt nem hiszem. És a húgomnak már, szia Turi Lajos, szeretlek! De én itt van velünk. De nézd, a húgomnak, nézd, mondom, mintha egyetlen ezek. Nyisd ki a fogadat, nyisd ki a szádat, a fogadat. De húgomnak nagyobbak a fogai, ez még egy különbség. Igen, ez igaz. Nekem kisebbek, látjátok? Nekem ló fogaim vannak. Gyönyörű fog. A húgomnak olyan foga van, mint a Hollywoodban, amit csináltak a Cameron Diaz. Persze. Na, vagy a Catherine-zet a Jones. Kezdjünk már el elbúcsúzni, de szemben megőrülnek tőlünk. Ölelünk titeket, ja, óriás szeretettel. És pedig most kezdtem belejönni. Igen, érzem. Hogy őszinte nagy szeretettel ölelünk titeket, és várunk titeket, majd vissza szólunk előtte megint, hogyha érőzünk egy jót. Pár hét múlva szerintem. De jó, én is szeretnék, Maria, én is szeretnék. Jó, akkor jó. Na, hogy puszi mindenkinek, annak kedvéért érezünk pár év múlva. Mesztelenül, gyertek, lőjetek itt! Akkor mutatjuk meg a melleinket. Na, puszi! Sziasztok! És a lábfeje is tök szép. Jézus, Anna, fejezzél most, eltávolítalak. Úristen, jövő héten folytatjuk egyébként szerdán az élőzést, de nem azonnal, nem lesz egy ekkora őrület, hanem akkor majd a Katival és a Lacival, a két szakértővel fogunk megint beszélgetni. Sziasztok, drágák, szép estét, puszi!